2006-tól más dimenzióba került a paksi foci. Az MB2 megnyerésével a klub illetékesei, támogatói zöld utat adtak az MB1-nek. Folyamatosan korszerűsített, toldozott-foldozott pálya, noha az MLS versenybizottsága megadta az engedélyt, nem felelt már meg a 21. századi követelményeknek. A kormányzat országos stadionépítési program kínálta lehetőséggel, természetesen a Paks is élni kívánt. Egy kisvároshoz illő, modern, de minden hivalkodás nélkülöző, abszolút kényelmes, mondhatni család és emberbarát stadion épült meg 4 év alatt az atomvárosban. Nem sietve, szép lassan, de biztosan, és oly módon, ezért az átlagosnál hosszabb építési idő, hogy a csapatnak nem kellett elköltöznie más városba, más stadionba, hogy az éppen zajló bajnokság hazai meccseit le tudja játszani. 2020. augusztus 15-ével eljött a nagy nap, az új stadion ünnepélyes átadása, összekötve az új bajnoki szezon Pakson sorra kerülő nyitó mérkőzésével, az Újpest elleni meccsel. Erre örvendetes módon dupla annyian eljöttek, mint általában egy NB1-es meccsre. Az ünnepi stadion avató 2 órás műsorát, amelyen többek között a paksi mazsorettek, a 2018-as X-faktor győztes csapatának tagjai, valamint a foci freestyle labdazsonglőrei léptek fel, már 4000-en figyelték a különböző betűjelű lelátók szektoraiból az egyébként maximálisan 5000 néző befogadására alkalmas legújabb magyar stadionban. A köszöntő beszédek elhangzása után Paksváros polgármestere Szabó Péter és a paksi élvonalbeli futball korábbi sikeredzője Gelei Imre lépett be a pálya közepére, hogy a szalag átvágásával hivatalosan is megnyíljon a város új meghatározó, mi több korszakalkotó létesítménye, nagy beruházása, a közel 2 milliárd forintból felhúzott paksi labdarúgó stadion. Nagyszerűsége az egyszerűségében, az ember léptékűségében, a könnyen áttekinthetőségében is rejlik, és ugyanakkor semmi sem hiányzik belőle, aminek meg kellene lennie a 21. században. Egy mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen most már hosszú évek óta, egészen konkrétan most már 4 éve zajlott ez a stadion rekonstrukciós program, úgyhogy eljutottunk végre arra a pontra, amikor már a teljes stadiont birtokba vehetjük mind mi, mind a szurkolók, ami óriási öröm számunkra, hiszen pont ezt beszélgettük itt a kollégákkal is, hogy 10-15 évvel ezelőtt még csak álmodni sem mertünk arról, hogy itt Pakson valaha stadion lesz. Szabó Péter paksváros polgármestere emlékképeiben visszament a 70-es évek végéig, illetve a 80-as évek elejéig, amikor is dinamikus fejlődésnek induló paksi élsportnak már nagyon szüksége volt egy a kor akkori színvonalát meghaladó, korszerű, többfunkciós létesítményre. Ez volt a Makovecz Imre tervezte kishegyi sportcsarnok. Egy olyan szintet sikerült lépni Paksvárosának ezzel a stadionnak a létrejöttével és avatásával, mint amilyen szintet lépett mondjuk 40 évvel ezelőtt, amikor az első 4 blokk építése kapcsán mondjuk egy atomerőmű sportegyesületnek a sportcsarnokát sikerült átadnia, most a sportnál maradva természetesen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen infrastruktúrális fejlesztés, akár egy stadionépítés, akár egy sportcsarnok építés, én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a városi hangulatot, egy városi életminőséget tud javítani, hiszen valóban az nagyon fontos, hogyha egy mérkőzésre nagyon sokan el tudunk jönni, és tudunk szurkolni együtt egy paksi csapatnak, egy olyan paksi csapatnak, ahol magyar játékosok játszanak alapvetően, és az utánpótlásra épít. Ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy több mint 300 utánpótláskorú gyermeket nevelnek itt a Paksi Sportegyesületnél, a Paksi FC-nél, futballklubnál, úgyhogy én ezt ilyen hasonlattal tudnék élni, hogy ez ezt jelenti egy város életében, amikor egy közösségi teret végül is mondhatjuk azt erre a stadionra, hogy ez egy közösségi tér is átadunk. Én azt gondolom, hogy itt a futballon kívül pedig még egyéb más rendezvényeket is tudunk majd tartani a
későbbiekben. Nagyon jó 21. századi színvonalú stadionról van szó, ahova már szívesen jövünk ki a családdal együtt, úgy, ahogy ez Nyugat-Európában szokásos. Tehát egy ilyen futballmérkőzés már egy családi program, ahova a legidősebb korútól a legkisebb korúig kilátogatnak nagyon szívesen. Egy családi program, ahova a gyermekeinket is kihozhatjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a város életében egy megint egy olyan mérföldkő, egy olyan fontos mérföldkő, ami a fejlődés útjába mutat. Ehhez is adták áldásukat a történelmi egyházak paksi képviselői, akik annak rendje és módja szerint megáldották a stadiont, miközben már megkezdték a bemelegítést a paksi zöldek és az újpesti lilafehérek, hogy perceken belül kezdetét vegye a stadion avata ünnepség fő eseménye, záróakordja, a Paks FC Újpest találkozó a 2021-es bajnokság első mérkőzése mindkét csapat számára. Mint kiderült, a krónikások nem tudnak majd történelmi első hivatalos meccs kapcsán paksi sikerről beszámolni, mert hogy a jó erőkből álló Újpest jobb helyzet kihasználásával a magyar átlagnál gyorsabb külföldi játékosaik sebességének bizonyos szituációkban való érvényesítésével, Simon Krisztián két góljával 2-1-re megnyerte ezt a meccset. Ám a második félidő egyértelmű paksi játékbeli fölénye, a kidolgozott gólhelyzetek száma kellő fogódzót jelentett ahhoz, hogy a paksi szurkolók ne csalódottan távozzanak, és az elkövetkezendő hazai meccseken ne csak a stadion, hanem a csapat miatt is újra megtöltsék a stadiont. Egy új csapat formálódik, amelyben a nyáron igazolt új meghatározónak szánt játékosok közül a középpályás Bognár István és elől a Kaposvárról érkező fiatal, erőtől duzzadó robusztus center Ádám Martin egyáltalán nem okozott csalódást. Mi több, egy nagyszerű paksi akció végén éppen az új center szerezte az új stadionban az első gólt, miután igencsak éledezni kezdtek a pontszerzési remények, amelyek ezúttal sajnos nem váltak valóra. De ami késik, nem múlik, ezzel a nem kincstári optimizmussal távoztak a nézők az évadnyitó stadionavató mérkőzésről. A felsorolt látható pozitívumok tudatában is Ostermayer Gábor vezetőedző az általa látott negatívumok, és persze a végeredmény miatt elsősorban abszolút elégedetlen volt. Az első 10 percünk az jó volt. A következő 30-ba nem találtuk az arányokat. A védekezésbe, amikor területet kellett volna vinni, akkor embert próbáltunk fogni, amikor embert kellett volna fogni, akkor területet, tehát ez egy kicsit olyan megfelelően kommunikáció hiányzott a pályán. Aztán a másik fél idő, első percben ugye volt egy meccslabdánk, rögtön a Dani fejesével nyitottunk, illetve a következő 35 perc, azt gondolom, hogy óriási nyomás alá helyeztük az Újpest kapuját. Megkockáztatom, hogy ennyi lehetőségünk edzőmérkőzésen sem volt, mint a mai napom, MB2-es csapatok ellen sem. Az Újpest jól kontrázott, ugye látszott a második gól is, hogy abból volt. Hát a végén mondhatom azt, hogy megérdemeltük volna legalább az egy pontot, attól függetlenül, hogy 2-0-ról indultunk, és folytattuk a mérkőzést. Sajnos az elmaradt, körülbelül olyan hévvel elánnak kellene játszani, mint a második fél időben. Az első fél időben azért azt gondolom, hogy ebben lehet hiányérzetem, hogy a csapat nem akkora elánnal futballozott, óvatosan játszott, és szerintem stadionavatón ez nem megengedett. Élénk érdeklődés övezte a bödes stílusoként bearangozott Ádám Martin bemutatkozását. Annak ellenére, hogy voltak jó momentumai, gólt is lőtt, az elmaradt győzelem, illetve a pontszerzés miatt csalódottan jött ki az öltözőből a játékos. Na jó voltak a beadások, hát annak is volt itt a másodikban is helyzete a beadásból. Nekem abból volt a gólom, hogy visszafejelték, azt bevertem. Akkor nekem itt a helyzetem, abból volt a beadásban, tehát meg voltak a lehetőségeink, sajnos nem rúgtuk be őket, csak egyet pipőtünk be, aztán a többit azt elherdáltuk, tehát szomorú vagyok mellettem. De az örök törvénye a helyzetek dönt. Hát ez így van, mindig az dönt, tehát játszhatunk itt szépen, meg szép focit, meg minden, hogyha kikapunk, tehát azt gondolom, helyzeteket be kell rúgni, aztán azzal megnyered a meccset.
A futball örök igazsága érvényesült, ami a csatár játékot és a góllövést illeti. Ostermayer Gábor egyébként kísérletezett is ezen a meccsen. A Böde Dániel Ádám Martin kettős második félidőbeli megbontásával Hánnak és Sajbánnak is lehetőséget adott, így egy más szerkezetben támadva az Újpest kapuját. Ezzel az összfér megoldással kétségtelen több veszélyt jelentett az új arcát kereső és megmutató PFC a végig masszívan védekező újpestiek kapujára, mint azt az első félidőben tette.